U16-os kispályás nyújtott kapus. Teremtornán az említett korosztály elitje érkezik meg minden évben Szekszárdra, a Mikulás kupára. A Ferencváros az idén két csapattal jött, hogy megmérkőzhessen Dél-Dunántúl legpatinásabb NB1-es klubjainak korosztályos csapataival, így például a pécsi MFC-vel, a kaposvári Rákócival, a paksi SE-vel. Az U16-os csapattal jöttünk, ugye ezt vettük kettő felé, egy zöld és egy fehér csapat. Szereplünk itt ezen a tornán, úgyhogy mondhatni ez a legjobb U16-os csapatunk, mindenki, aki egészséges volt, kiemelt bajnokságban szerepel, azt elhoztuk és játszhatjuk. A teremben nem feltétlenül képeződnek le a nagypályás erőviszonyok, ám a Fradi zöldjelű csapata mind az öt meccsét megnyerve a tavalyihoz hasonlóan győzedelmeskedett a Mikulás kupán. Derekason helyét állt ebben az erős mezőnyben a szekszárdi UFC, amely két győzelemmel, két vereséggel eljutott a bronzmeccsig, és azon a kaposvári Bele Ferenc Akadémiát egy izgalmas mérkőzésen 4-3-ra legyőzve az előkelő harmadik helyen végzett Koch László által irányított szekszárdi csapat.